Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy újabb videóban. Most egy DMS unboxingot hoztam nektek, a DM-től rendeltem online, és együtt ki fogjuk bontani a dobozt, a csomagot, és megnézzük, hogy mi van benne. Itt van egyébként maga a doboz, úgyhogy lássuk is. Előre bocsátom, hogy akit zavar az, hogy én az online vásárlást részesítem előnyben, vagy az, hogy szeretek a DM-ből vagy a Rossmannból vásárolni, az kattintson el és ne nézze meg a videómat. És nincsen szükségem olyan kommentekre, hogy én már megint vásárolok, meg egyebek, mert te is szoktál, és ezeket, vagy nem pont ezeket, lehet, hogy más dolgokat nyilván, de te is ugyanúgy megveszed, csak nem teszed ki a YouTube-ra. Tehát aki olyanokat ír, hogy én már megint vásárolok meg egyebek, komolyan mondom, néha nem értem. Neki nem mindegy, hogy én mit veszek, vagy mikor veszek, vagy mennyit veszek, nem az ő pénzét költöm, nem az ő háztartása, nem az ő élete, nem tudom, tehát, hogy ezeket soha nem fogom felfogni, vagy megérteni, meg ha valaki nem akarja megnézni, meg nem kíváncsi rá, akkor meg mi a francnak kattint rám, vagy akkor miért nem kattint el, tehát megnézi, és akkor ő ott kiadja magát. Na mindegy. Mutatom, hogy miket rendeltem. Nagyon érdekes, érdekfeszítő dolgok, tehát tényleg, tehát ilyen wow, papírzsebkendő. Most egy kicsit ilyen cinikus vagyok, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem magam, de tényleg, tehát na mindegy. Ilyet biztos senki más nem szokott vásárolni, csak én, és ez a vásárlási mániámat így élem ki, hogy papírzsebkendőket vásárolok például, meg feldítom a kamerámat mindjárt. Téli időszakban nyilván több papírzsebkendő fogy, bár lekopogom, még ezen a télen, vagy ebben a szezonban, vagy hogy fogalmazzak, nem voltunk betegek, és már január vége van, úgyhogy reméljük, hogy megúsztuk az idei telet különböző vírusos, meg taknyos, meg lázas, köhögős időszakok nélkül. De attól függetlenül papírzsebkendőre szükség van. Én legalábbis használok, mi használunk papírzsebkendőt. Valaki biztos a textil zsebkendőt részesít előnyben és mossa magának otthon. Az is lehet, nem tudom, én használok papírzsebkendőt, a családunk is, úgyhogy ebből vettem 4 csomaggal, mert ennek körülbelül elfogadható ára van, bár ezek is olyan drágák egyébként, most úgy felment az áruk ebben a nagy áremelkedésben, és vettem még 6, kapaszkodjatok meg, 6 doboz papírzsebkendőt. Nem ebből vettem 6-ot, ebből 3-at vettem, még a másik fajtából is vettem 3-at. Hogy miért? Kell a Krisztiánnak az ágya mellé, a Krisztián szobájába, az éjjeli szekrényre, kell a férjemnek, kell egy ide lentre, az már kapásból 3, és mind a 3 kiürült most a télen, úgyhogy egyik helyen sincsen, csak így le van téve egy pár darab zsebkendő az éjjeli szekrényre, és hamarosan indul a nyaralós időszak, és ott is 3 helyen van letéve zsebkendő, úgyhogy oda is kell. Úgyhogy vettem ilyen fajtát, aminek van ezzel az a neve, hogy Soft End. Most majdnem kimondtam, nem tudom, Siher, nem tudom, hogy kell kimondani. Ez egy DMS változat, saját márkás. Nem a legdrágábbat veszem, hanem általában a leggazdaságosabbat. És ezzel hol van? Várjatok rajta, hogy hány darab vesz meg. Ja, itt van előbb, 100. 100 darab, csak kiszúrja szemem, nem veszem észre. Ebből vettem 3 dobozzal. Ebből vettem 3 dobozzal, és akkor még 3-at vettem a másikból. Az pedig ez a fajta, és ebben 160 darab van. 160 darab. Egyébként a doboza ugyanakkora. Nem, egy icipicikét. Jaj. Egy icipicikét szélesebb a doboza, de nem sokkal. És 60 darab van közt különbség, hát, na mindegy, akkor ez nem tudom, hogy hogy van.
És már megint fellököm a kamera állványt. Igen, mert itt ez a nagy hülye doboz, itt vannak ezek a nagy dobozok pluszban, úgyhogy ebből is mondom, 3 darabot vettem. Ebből a fajtából. Hogy mutatom már, kitekeredik a kezembe. Jó, akkor... Köles kása. Na, figyeljetek ide, én még ilyet a büdös életben nem ettem. Próbálnám kipróbálni ezeket a egészséges alternatívákat különböző ételeknél, és akkor megláttam ezt a köles kását, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom, veszek egy ilyet. Ez igazából, ez olyasmi lett, mint a tejbegríz szerintem. Majd nézek hozzá valami okosságot, aztán meglátjuk, hogy fog-e ízleni. Nem tudom, ti szoktatok ilyet enni? Köles kása. Ha igen, akkor kommenteljetek már nekem, hogy ti hogyan fogyasztjátok. Mert én első ránézést én úgy gondolom, hogy ez ilyen, mi az? Tejberizszerű valami, csak hát tej és rizs nélkül. Vagy nem tejberizs, bocsánat, tejbe dara. Mi az? Tejbegríz. Na, akkor vásároltam, elfogyott itthon a nedves toalettpapír, ebből is vásároltam, ebből mennyit vettem? Egyet? Igen, mert közben voltunk vásárolni, és akkor ott is vettem, igen, ebből egyet vettem, úgy látom. Ott is vettem, úgyhogy azért nem vettem most ebből többet. Egyet, egy ilyen kis kamillás változatot. Hát, ha már csörgök, akkor mutatom, igen, jönnek a törlőkendők. Ha DM, akkor törlőkendő. Ezt nagyon szeretem, ennek az illatát. Nagyon-nagyon jó illata van. Limited edition, de már szerintem, hát ha nem is egy éve, de hát lehet, hogy majdnem egy éve. Nem, valamikor jó idő volt, mikor vettem. Igen, akkor mondjuk több mint egy fél éve vettem ilyet, és még mindig van, úgyhogy annyira nem limitált, hogy nem csak annyira nagyon kevés volt belőle. Akkor ugye ez nyilván ez nem limitált, ebből is 2 vettem, mert azt hiszem, hogy egy csomag nedves törlőm van itthon, és semmi több. Úgyhogy ebből muszáj, mert ezek tényleg azért elég... gyakran fogynak. Na, ilyet még nem vettem. Levendula illatú. Ugye én nem szeretem a levendulát, ezt mindig elmondom. Rafárövét sem, azt is elmondom. Hő, hát ezt sem fogom szeretni. Jó illata van egyébként a levendula illata, de... Tehát nem az a nagyon gagyi levendula illat, hanem olyan egész kellemes annak, aki szereti a levendulát. Tehát ezt hozzáteszem. Én meg nem. Úgyhogy ezt nem fogom olyan helyre tenni, ahogy gyakran használom, majd így televickél valahogy. És akkor még van, amit pedig a mosdóba szoktam használni, az antibakteriális változat. Ja, ez már más. Ez az antibakteriális, ezt a WC-be szoktam tenni, ott szoktam törölgetni, meg kilincseket áttörölgetni, meg egyéb ilyen dolgokat, amit ilyen fertőtleníteni kell. És ez van még itt, ami törlőkendő, ez pedig az autóhoz, mert a múltkor vettem ilyet, el is használtuk, aztán takarítani kellett az autót, és már nem volt. Ez egy műszerfal tisztító, 20 darab van benne. Egy kis nedves áttörölni vele a műszerfalat. Igen, akkor amit még vettem, az egy papír toalett ülőke, vagy valami, hogy is fogalmazok, csak igen. Papír WC ülőke. Igen, így is lehet mondani.
papír vécéülőke, ebben 20 darab van, ha jól tudom, nem, 10. 10 darab van benne, valami 200 forint körül van, 200 valamennyi. Ezt én szeretem használni, mert hogyha bárhova elmegyünk, és mondjuk Krisztiánnak vécézni kell, vagy valami, akkor azon kívül, hogy lefertőtlenítem, próbálom, az illem helyett ilyen papír vécéülőkét szoktunk használni, és akkor ugye ez eldobhatós dolog, és akkor mégsem ugye úgy, tehát na, tudjátok, hogy mit akarok mondani. Úgyhogy, na, és elfogyott, úgyhogy azért vettem. Krisztián ismételten, ez egy fürdő tabletta, olyan, mint egy pezsgő tabletta, olyan dobozba is van. Ezzel vigyázni kell, hogy egy gyerek nehogy megigya, nehogy azt higgye, hogy ez egy pezsgő tabletta, mert hogy ahogy olyan a doboza is, meg ami benne van is, úgy néz ki, mint a vitaminos pezsgő tabletta, csak hát ez marhára nem az. Vettem neki cukikámnak egy ilyen kis kubut, mert nagyon szereti az ilyen kis gyümölcspüréket, hogy hagyj egyen egyet, vettem neki, vettem egy szösztelenítő hengert, ez is ilyen DMS, ez a Profissimo márkájú. Azt hiszem, hogy most is ilyen van, de nem vagyok benne biztos. Hol innen, hol onnan szerzek be. A malackák miatt ez fontos, hiszen, hogyha kivesszük őket és simogatjuk, akkor pláne egy ilyen sötétebb felsőn rögtön lehet látni, hogy szőrösek maradunk, vagy leszünk tőlük. Na ez mi? Mit rendeltél már? Jaj, ezt tudom, ez a nachos szósz. Ki akarom próbálni? Igen, és ezt láttam, tök véletlenül láttam meg. Ez egy ilyen mártogatós, vegán és bio szósz, sajtszósz, kesudió alapú, vegán, tortilla chipshez való, és csilivel van kicsit megbolondítva, amitől gondolom én kicsit ilyen pikáns íze lesz. Na hát erre kíváncsi vagyok, ezt majd valamelyik hétvégén kipróbálom. Ez jaj, paradicsompüré, azt is vettem. Teljesen olyan árva volt, mint mondjuk egy bolti ár, egy ilyen, mi ez, Ocean vagy valami, ahol szoktam venni. Elég sűrű is, úgy látom, és bio. Ez a DM Bio márkájú. Bocsánat, csak ez a napocska, ez idáig nem sütött már most. Nem, most azt mondja, hogy én most itt igenis kiélem magam. Csak most én se sok mindent látok, meg lehet, hogy ti se. Mert itt háta mögött a kamera, háta mögött megpróbálom behúzni a függönyt. Kicsit előrébb hozom a kamerát. Remélhetőleg nem dűtöm föl. És akkor itt a függönyt így behúzom. Na, szóval egy ilyen bio passata, passzírozott paradicsom püré van ebben az üvegben, és 99,8% paradicsomot tartalmaz, a többi pedig só, tengeri só. Úgyhogy szerintem ez tök jó minőségű, és árban is teljesen jó volt. És amit még vettem, ezt vettem, ebből három üveggel, igen, itt van még a másik kettő is, három üveggel vettem. Jaj, itt van a másik kettő. Ura nehéz. Jó, kiürült a dobozom. Ilyet vettem, ez, amint látjátok, szintén DMS márka, DM Bio Barista növényi ital alternatíva. Ezt mutatja igazából, hogy jó ugye kávégéppel habosítani, jó magával, tejhabosítóval, és ezzel a kis bzz-bzz-bzz-vel. Keresem rajta magyar hangot, várjatok. Nem? Aha. Bio barista zabital, 1 liter, fermentált zabalapú bioital, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, nem tartalmaz hozzáadott cukrot, természetes módon laktózmentes, igen, rázza föl, 4 napon belül fogyassza el,
Nem tudom, hogy milyen lesz az íze. Képzeljétek el, most jó, ez egy DM-es videó, de mutatok nektek egyféle zabital. Ezt. Ennél finomabbat én még életemben nem ittam. A normál, hagyományos tejnél is finomabb nekem. Ez egy barista happy márkájú szintén zabital. Olyan szinten tiltakoztam a zabital ellen, tényleg mióta így próbálok ilyen növényi tej alternatívákat használni, fogyasztani, hogy csak zabot ne, és nem tudom, hogy miért, valahogy a zabital az ilyen ne. De pedig nem is kóstoltam sose, de nem. Na jó, vettünk ugye egy kávégépet, használtam egy ilyen darálós kávéfőzőt, ami tud habosítani, kapucsinónak így tejet felhabosítani. És hát akkor gondoltam, hogy ha már, akkor veszek, mondom, megkóstolunk ilyen barista jellegű, ami ugye kimondottan kávézáshoz alkalmas, barista jellegű növényi italt valamit. Hát halljátok, komolyan mondom, hogy én ennél finomabbat életemben nem ittam, de mondom, tehát aki a tej normál tejeset szereti, igya, nyugodtan, nekem az nagyon-nagyon nem jó, tehát én kikészülök a normál tejtől, és ennek annyira finom íze van, komolyan mondom, hogy ha ihatnék normál tejet, sem innék, inkább ezt innám, mert ez százszorta finomabb nekem, és ráadásul, ugye, ami nem mellékes, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy semmi panaszt nem okoz. Semmi panaszt. Na és akkor ezt az Oceanbe szoktam beszerezni. És rákaptam, ugye vettem egy pár üveggel, és akkor, amikor elfogyott, akkor én nagy lazán megyek megint, mondom, na akkor majd megint veszek vagy három üveggel. Nem volt. Mentem utána megint nem volt. Utána megint nem volt. Hú, ez az ünnepek alatt volt. Jó, volt még itthon, azt hiszem, úgy, hogy kitartott, de hogy akartam volna venni, és nem volt. És olyan mérges voltam, hogy nem igaz, mikor már megszeretem, meg megszokom, meg hát a lényeg, hogy megszeretem, akkor mondom, tessék, most meg nem elérhető. És azóta ugyan már kaptam, de csak három darab volt a polcon, tehát így nem is értem, hogy most, ha kaptak is belőle árut, akkor az ilyen hús, így elfogyott, vagy csak ennyire keveset kaphattak belőle, nem tudom. De úgy voltam vele, hogy valahogy próbálgatom azt, hogy más cégeknek a barista zabitala milyen. És rendeltem a Rossmannból, szintén azt hiszem, hogy ilyen saját márkás volt, zabital volt, szintén nulla cukros barista, nem volt jó. Volt egy nagyon fura utóíze, ami az az íz volt, hogy ilyen, tehát hogy érezhetővé vált az, hogy ez nem tej, hanem az a növényi íz visszaköszönt. Egy ilyen furcsa íz volt. Nem volt rossz, de érezhető volt határozottan, hogy az más. És akkor, hát ugye maradok ennél, ameddig tudok, ahogy tudok. Tehát ez a favorit, jó? Tehát, hogyha szeretnétek, nyugodtan nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlom, mert isteni finom. Hogyha viszont nincs, gondoltam, ahogy mondottam, volt az előbb, hogy valami ismerkedek több cég esetlegesen finomabb, hát ha van. És akkor most rendeltem a DM-ből is saját márkás bio italt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Hát most nem fogom, ez is cukormentes egyébként, nem fogom most felbontani, mutatja, hogy rázzuk föl. Igen, mert egyébként ilyen elválik, tehát így felül ilyen, mint a tejnél a savó, eznek is ilyen vízes réteg keletkezik felül, aztán volt már úgy, hogy öntöttem volna kifele a pohárba, és akkor ilyen majdnem átlátszó folyadék volt, és mi van ezzel? Ja, nem ráztam föl. Szóval, hogy azért rendeltem ezt a fajtát, kértem belőle három darabot, ha még esetleg rossz ízű is, vagy hát úgymond nem annyira nagyon finom, is el fog fogyni, nem arról van szó. Most nekem egy ilyen,
Hát körülbelül, hát nem mondom azt, hogy egy hétre elég, attól függ, hogy mennyi cappuccinót iszok. Mi ez? Koffeinmentes kávéval szoktam inni, ezzel a Nescafé porral. Azzal szoktam inni cappuccinót, és hát van, amikor csak ebéd után iszok, van, amikor iszok délelőtt is, meg ilyen 5-6 óra fele is. Van, hogy normál kávét is teszek bele, nem csak koffeinmenteset, mert egyébként nem volna szabad, vagy nem túl jó a koffeineset innom, de viszont olyan finom íze van ennek a kávénak, hogy így hát csak megkívánja az ember néha ezt a finom kávé ízt, és akkor van, hogy normális kávéval is fogyasztom, úgyhogy van, hogy egy nap kettőt iszok, és akkor így tart ki, hát körülbelül egy olyan 3-4 napig. Mert nem öntök keveset, tehát egy ilyen más, max. Másfél decinyi folyadékot öntök, tehát nem így kell elképzelni, hogy 3 decibe nyomok egy kis kávét, hanem nem sok maga a teljes, egy olyan másfél deci lehet. Na, üres a dobozom. Úgyhogy ennyi lett volna, amit meg akartam nektek mutatni. Úgyhogy hát köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, meg megnéztétek. Ha van kedvetek, akkor kommentáljatok. Szívesen fogadom, hogy esetlegesen ti milyen növény italt isztok már, aki iszik ilyeneket, hogy nektek melyik vált be, mi az, ami nektek ízlik. Mert mondjuk kipróbáltam a Joyának is a barisztáját, amit talán mandulás volt, de nem vagyok benne 100%-ig most így biztos, és nagyon számomra rossz volt. Tehát ehhez képest, amilyen mondjuk ez a ócsó kategória, jó, mert ez 600 forint volt az Oshenbe, és az pedig 1200 talán, és le volt árazva 999-re, talán, nem tudom, mert tudom, hogy akciósan vettem, nem 1200-ért vettem, hanem 1000 forint alatt volt, de már nem emlékszem pontosan, úgy voltam vele, hogy na, csak úgy mégis. Mégis megkóstolom, az milyen, mert az a nagy Joya, és akkor, hogy fú, hogy az mekkora egy nagy márka, és mondom, annak biztos nagyon-nagyon finom lesz, hát halljátok, ehhez képest pocsék volt, tehát nem, abszolút, fúj, nekem nagyon nem ízlett az íze, úgyhogy ezt viszont mondom, ez Isten császár. És akkor majd erre kíváncsi vagyok. Hát ebben még van, hát szerintem egy bő vagy két szüke badagra elég, úgyhogy ez majd valamikor holnap jön sorra, holnap kerül sorra, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Na! Úgyhogy ez lett volna a videó, még egyszer elköszönök. Köszönöm, hogyha itt voltatok és megnéztétek, ha velem tartottatok. Aztán nyugodtan mondom, kommenteljetek növényi tej kategóriába, vagy azzal kapcsolatba, vagy például ez a köleskása, hogy valakinél ez használatos dolog, akkor ő mire, hogyan, kíváncsi vagyok, és nagyon szívesen fogadok ilyen jellegű kommenteket, úgyhogy köszönöm még egyszer a figyelmeteket, millió puszi nektek, sziasztok!